Budapesti fegyház és börtön. 1999. Micsoda ideg. Grízes tészta. Hitler szalona. Éhezési. Smasszerverési, meg a buzráns kurva anyjuk. Beobjektum. 303-es zárka. Ja. Este 8-kor kikopogtunk, mert rosszul volt az egyik zárkatársunk. Egy ilyen 50 körüli pali. Nehezen vette a levegőt. Vertük az ajtót. Hét után börtönökbe zárás van. Váltás zárás, és csak készültséggel. Kutyákkal meg komandósokkal jönnek zárkát nyitni. Szóval megveregettük az ajtót, hogy rosszul van egy zárkatás. Följöttek, dobtak neki egy alvoprint. Hajnak voltak amúgy. Aztán 10-kor megint vertük az ajtót, mert még rosszabbul lett. Már alig vett levegőt. Megint följött az ápolónő a betegszobára, ahol a tastádi buzarány Peti maffia bujkált. Ja, sírva fakadva persze. És azt mondta, hogy nyissuk ki az ablakot, akkor jobban fog levegőt kapni. Kinyitottuk. Éjfélkor már haldoklott az ember. Stokival vertük az ajtót, szamaszét basztuk, mondtuk, hogy valamit csináljanak, meg fog halni a pali. Ránk jöttek majd 10-12-en. A szikora és kurvájai. És csapata. Kutyákkal, készültséggel, vagy 15-en bejöttek, és azt nézték, hogy kidrogozott. A szemeinket nem a palit vitték le a betegszobára, aki haldoklott. Minket ellenőriztek, hogy miért verjük az ajtót, hogy nem-e drogoztunk. Utána lekísértették, mert látták, hogy haldoklik a pali. Éjfélkor, 8-kor kopogtunk ki. Lekísértük a srácot. Az utolsó útjára. Olyan fél egy körül. Ketten, mert nem bírt már menni. Mert már haldoklott. És fél kettőkor az ablakból láttuk, hogy csak a halottas kocsi jött. Meghalt a pali. Tüdőemboliával. Ha 8-kor orvos hívnak hozzá, akkor még most is ilyenne. De ők nem hívtak. Szóval ilyen jó börtönszorik vannak. Az elmúlt 12 év alatt, amit előzetesbe töltöttem, az ország minden fegyházába, körülbelül 10-en haltak meg körülöttem, akiket megvertek, megöltek. Koporsóba tettek. A magyar BV, ja, Orbánia.